Pillanatképek ürbőpuszta múltjából. Cani Kürbő története. Magyarország szívében, alig 6 kilométernyire országunk mértani középpontjától, a Kiskunság és az Alföld bejáratában található ürbőpuszta. Ez a 60 négyzetkilométeren elterülő tájegység, amely a legközelebbi településtől is 7 kilométernyi távolságban található, közel 100 család otthona. Ezen a természeti csodáktól nyüzsgő területen, sokszor a kíváncsi szemek elől elrejtve, történelem formáló események játszódtak le, és neves emberek otthonaként szolgált. Filmünkben ürbőpuszta 24 tájegységének egyik központi régióját, Cani Kürbőt mutatjuk be, annak történetét követhetjük végig a népvándorlást megelőző időktől egészen napjainkig. Ürbőpuszta legfőbb vonzereje mindig is az érintetlenségében, természeti bőségében rejlett. Dokumentálhatóan több, mint másfél ezer éve ad otthont az embereknek. Elhelyezkedésének köszönhetően a Pannon tenger lecsapolódásától számítva virágzik itt az élet. Nehezen bejárható, zsombékos és nádas mocsarak, kirívóan nagy madár és vadpopuláció biztos megélhetést nyújtott minden, a környéken letelepedni kívánó népcsoport számára. A területen az emberi jelenlét az időszámításunk előtti második századtól mondható számottevőnek, ugyanis az ázsiai és közel-keleti területekről ekkor indult meg a nagyméretű népvándorlás. Ürbő területén a kvád és a jazig népcsoport osztozott, amely egyben jól védhető határsávot és ütköző zónát biztosított a Duna vonalában, annak a nyugati oldalán elhelyezkedő római csapatokkal szemben. A római birodalom bukását követően a megerősödött keleti népcsoportok, akik egyesültek és megalakították a Hun birodalmat, betörtek a Kárpát-medencébe. Ekkor a jazig és a kvád népcsoport csatlakozott a szövetséghez, amely folytatta portjait nyugati irányba, az újonnan csatlakozó népcsoportok nagy részével. Az itt maradók a Hun birodalom megszűnését követően a 6. század körül, tartva az egyre nagyobb számban keletről érkező vandál nemzetségek erőszakos megnyilvánulásaitól, ugyancsak nyugat felé vette az irányt, és Európa nyugati és délnyugati területeire vándorolt. A jazig nép itt maradott töredéke a ma is itt élő jászok nemzetsége. Ezeknek a vandál népcsoportoknak a zömét, a Közép-Ázsiából nyugat felé terjeszkedő avarok alkották, akik kihasználva a Hun birodalom bukását, egészen a Kárpát-medencéig, a történelmi Magyarország körülbelüli határáig terjesztették ki birodalmukat. Mivel a jazig és a kvád nemzetség nem volt a területen már számottevő, így az utolsó nagyobb nemzetséget, a gepidákat leigázva immáron teljes uralmat tudtak szerezni a terület felett. A kontrollt megszerezve a 6. század körül letelepedve áttértek az állattartó, gazdálkodó életmódra. Ennek nyomait a 20. század első harmadán, illetve a 2000-es évek elején elvégzett ürbőpusztai jásatások is tanújelét adják. Míg Cani Kürbőtől délkeletre egy gazdálkodásból élő falu nyomait találták meg 1935. augusztusában, addig déli irányban további két jelentősebb lelőhelyre is bukkantak a régészek 2005. októberében. A mai Koncürbőn egy állattartásból élő közösség nyomait, míg a juhászföldi nagydombon egy nagyobb temetőt tártak fel ezen ásatások alkalmával. Az avarok voltak az első dokumentáltan Ürbőn élő emberek. Kultúrájuk nyoma ma is megtekinthető Bugyi községben, a református templom mellett elhelyezett avar szégyenkő, másik nevén a pellengérkő formájában. A 9. század közepén a honfoglalás előszeleként egyre nagyobb emberáradat jelent meg a Kárpát-medencében, mint egy a honfoglalás előszeleként. A magyarok elől menekülő, keleti irányból érkező törzsek egy évszázad leforgása alatt elsodorták az itt élő avarok zömét, az itt maradók pedig az érkező magyar törzsekbe integrálódva megszűntek önálló népcsoport lenni.
A 10. században Ürbőpusztát Taksony vezérbirtokának jelölték ki, aki kihasználva a területi adottságokat, a királyi solymászok és a rovas sereg pihentetőszállásaként hasznosította az ürbői területeket. A 12. század elején a királyi udvarban feltámadt Belviszály során a terület visszakerült a király, II. András tulajdonába. Ez a birtokrend egészen a tatárjárást követő időkig fennmaradt. 5. István király 1272. március 16-án Ürbőpuszta területét a 2 évvel korábban elhunyt Margit húga szerzetes rendjének, a nyulakszigeti apácáknak adományozza, amely oklevél elsőként említi meg Ilbu, vagyis Ürbő szigetét. Atya 5. István 1272. március 16-i oklevelét, mellyel a nyulakszigeti apácáknak Ilbu szigetét adományozza. Immáron Ürbő is felkerült a térképre, melynek a neve Ilbu, vagy Ilbe János, első megemlített ürbői lakos nevéből származik. Ürbő az akkoriban még létező, Taksonytól egészen Kiskörösig terjedő tó egy jelentős pontja volt, amely összekötötte Budát Humanorum Campussal, vagyis a Kunok mezejével. Ennek a nagy tónak, amely nyáron is hajózható volt, de ősztől tavaszig gyakorlatilag a mai Balaton méretével vetekedett, az északi részén 2 nagyobb sziget volt állandó. Az egyik a Magna Insulam, vagyis a központi sziget, ez a mai Bugyi község területén helyezkedett el, a másik pedig Insulam Ilbu, vagyis Ürbő szigete volt. Ürbő délkeleti határán volt található pecér, amely a királyi vadászkutyák tenyésztő helye volt, délre a Kunok egyik legnagyobb települése, a már akkor is Kunszent Miklós nevet viselő falu. Nyugatra Dab község és Pereg volt megtalálható, északról Bugyi község. Keletre a mai Borzas puszta és a régi ötös főút közt elhelyezkedő keresztes falva és az akkoriban a Sárpatak mentén több vízimalmot magának tudó Sári község határolta Ürbőpusztát. A 14. és a 15. század az időnként megújuló birtokhatár vitáktól eltekintve aránylag nyugodtan és virágzóan telt Ürbőpusztán. Bugyi község névadója, Bud Máté fiai, Dénes és András is Ürbőn telepedtek le. Itt élt Ürbő névadójának, Ilbei János fia, Ilbei Miklós is. A 15. században újabb családok telepedtek le Ürbőn, így a családok sora kiegészült a szántaiakkal, a lacháziakkal, a guti, az ország, a némai, a demeter, a szegedi és a parlagi családokkal. Ürbő lakossága az 1300-as évek elejétől folyamatosan nőtt, az egyre növekvő népességnek köszönhetően a gazdasági élet egyre inkább virágzott. A halászat, a vadászat és az állattartás volt a legfőbb megélhetési forrás, de számottevő volt a madarászók, tojásgyűjtők száma is, ezen felül az akkoriban tetőfedéshez nélkülözhetetlen náddal kereskedő nádvágók is jó megélhetést találtak itt. A tetőfedő és söprőkötő szakma egészen a 20. századig képviseltette magát Ürbőpusztán. A királyi udvarban történt villongások, a dózsa parasztfelkelés csak hírként jutott el ide, azonban az elszigeteltség által biztosított védelem a 16. század első harmadáig tartott. Az 1526-os Mohácsi csata azonban másfél évszázadra megpecsételte az ország sorsát, a török birodalom részévé vált az ország nagy része. Az oszmán birodalom muszlim jogrend alapján működött, amely alapjaiban különbözött az addigi magyar jogrendtől. Míg első Szulejmán belátta, hogy nem lehet az európai értékrendben élőket egy pillanat alatt muszlim jog alapján vezetni, rengeteg ember életbe került.
az új jogrend a megszállásokkal együtt járó rekvirálások és megtorlások eredménye lesújtó volt. Sári község teljesen megsemmisült, amikor a török csapatok felperzselték a falut, Bugyi lakossága pedig közel 100 főre apadt. A környékbeli falvak lakossága töredékére csökkent, de volt időszak, amikor Ürbő lakossága is mindösszesen 4 családra redukálódott. Ürbő puszta is kivette a részét a török megszállásból, Canikürbőtől délre, a juhászföldi nagydombon egy török katonai helyőrség helyezkedett el, amely feladata a Budától délre vezető kereskedelmi útvonal ellenőrzése, továbbá a Spáhik, vagyis a török lovasság ménes pihentető helye volt. Ugyancsak ezen a helyen volt található egy török tábori kórház is, amelyhez tartozó temető a domboldalában került kialakításra. Ez a temető az 1980-as években, egy homokbánya alapításakor megsemmisült, még a régészeti feltárásokat megelőzően. A másfél évszázados török uralom önmagában is nagy pusztítással járt, de a 15 éves háború állandó csapatmozgásai, a budai vilájet folyamatos kincstári deficitje az utolsó szögig felélte a környék emberi és anyagi erőforrásait egyaránt. Az 1686-os budai ostromot követően ugyan a török csapatok kiűzettek az országból, de a végeredmény egy kiürült ország volt, emberek nélküli romtengerrel. Ahogy az ország többi részén is, Ürbőpusztán is felverte a zsombék a gazdátlan földeket, a sok évszázados kemény munkával művelésbe vont területek ismét elvadultak. A török kiüzetése Budáról nem hozta el a várt nyugalmat Bugyi és Ürbő népére. A helyükre érkező császári csapatok a háborús arcát sokszorosan próbálták behajtani a lakosságon. Rádai Gáspár, aki Bugyi birtokos és alispán volt ebben az időszakban, a következőképpen írta le az időszakot. Az elvándorlás, az éhség, a kard, a járványok, tatár és török fogság, a városok leégetése, Buda ostroma, a pesti és budai katonaság beszállásolása a vármegye népét annyira legyengítette, hogy a vármegye a régi 100 porta helyett csak 20-ra becsülhető. Mindezen mérhetetlen terhek mellé még a délvidéki rácok pusztítása és a Rákóczi szabadságharc is társult. A császári udvar, kincstári pénzük nem lévén, a katonákat, tiszteket és tábornokokat sokszor birtokokkal fizették ki, de mindezt szervezetlenül, rendezetlenül tették. Az egyes birtokok néha többször is kilettek utalva járandóság gyanánt, ugyanakkor a birtokok régi tulajdonosai is próbáltak élni a birtokjogaikkal. Ezek együttesen csúcsosodtak ki az 1703-as, II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcban. A szatmári béke aláírásának idején tűnt fel egy nagy megosztottságot keltő ember, akinek életpályája a későbbiekben szorosan összefügg Bugyi és Ürbő életével, és teljesen új történelmi pályára tereli ezen régiókat. Ez az ember, aki az 1703-as forradalom alatt a Rákóczi hadseregben ezredesi rendfokozatig küzdötte fel magát, de a békeszerződés aláírásakor azonnal felesküdött korábbi ellenségére, az osztrák császárra, Beleznai János volt. Beleznai a Bugyi Gellért családdal érdekszövetségre lépett, felhasználta ismerettségét és pozícióját, így egyre több földterülethez jutott Bugyi környékén és Ürbőpusztán. Az ürbői birtok Beleznai János 1754-es halála után Miklós fiára szállt. Miklós halálakor Sámuel öccse örökölte meg az ürbői birtokot, aki 1805. október 12-én eladta a kesselőkői Majtényi családnak, akik még ebben az évben tovább is adták Ürbőt, Rádát, Bankázát és Szent Iván pusztát Kecskemét városának. A kecskeméti városvezetésnek nem voltak Ürbővel kapcsolatosan gazdasági terveik, viszont jól jött nekik a birtok, ugyanis így a kecskeméti városhatárban lévő Vaj és Bánfi birtokokat meg tudta szerezni Ürbő pusztáért és Rádáért cserébe. A területek elcserélése 1807-ben történt meg a Vaj családdal, majd 5 évvel később a Bánfiakkal. Rádát és Borzas pusztát a Bánfiak, míg Sándor halmát, Deszkás Ürbőt, Ladányi Ürbőt, Canikot, Öntözőt és a ma ismert nevén Madaras tó területét pedig a Vaj család vette kezelésbe. Amint megtörtént a területcsere, gyakorlatilag azonnal egy hatalmas, több évtizedig elnyúló persorozat vette kezdetét a földek tulajdonjogáért, ezt a Bugyi história az úrbéri perek időszakaként említi meg. Mindeközben Bugyi községben is megszilárdult a református gyülekezet helyzete,
és ennek köszönhetően a templom és a lelkészi lap mellett megépült az egytantermes református iskola is. 1843-ban egy, a Felvidékről, egészen pontosan Szelőcéről érkezett tanító vette át az iskola irányítását, ezt a tanítót Szanik Pálnak hívták. Néhány évvel az új tanító érkezését követően kitört a 48-as szabadságharc, szerencsére ez az esemény nem bolygatta fel túlzottan ürbő életét, mindösszesen egyszer említik a visszaemlékezések ürbő pusztát, mint egy kisebb katonai incidens színhelyét. A szabadságharcot követően gyorsan helyreállt a rend és a béke ürbő pusztán, majd a kiegyezés felé közeledvén a gazdasági élet is egyre inkább fellendült a régióban. A kiegyezést követően az eladósodott Vaj család egyre több birtokától kényszerült megválni, 1887-ben az ürbői uradalom is eladósorba került. Forster Kálmán, az esztergomi érsekségi birtokok igazgatójának fia, vételi ajánlatot tett a birtokra, és első körben deszkás ürbőt, majd második körben az összes fennmaradó Vaj birtokot megvásárolta a régi tulajdonostól. Ettől az időponttól datálható a később Czanik ürbő néven ismert uradalmi központ történelmileg legvirágzóbb időszaka. Ürbőpuszta írásos történelme során első alkalommal került olyan ember kezelésébe, aki nagy léptékekben is megértette a természet szavát, és kihasználva annak adottságait, egy kölcsönösen virágzó kapcsolatot alakított ki azzal. Forster Kálmán édesapja, Forster János, az esztergomi érsekségi birtokok igazgatójaként nevelte fel fiát, aki az új ürbői birtok hasznosításába komoly gazdálkodási ismeretekkel vágott bele. Első körben az uradalmi központ körül egy 1200 holdas területet jelöltek ki gazdálkodásra. 30 holdon szőlőt, 700 holdon szántót, konyhakerti növényeknek 67 holdat, kaszálónak és erdőnek egyaránt 200-200 hold területet jelöltek ki, a fennmaradó területeken pedig legeltetéses állattartás folyt. A szántókon és a konyhakerti földeken 3-as és 5-ös vetésforgóval biztosították a földek folyamatos regenerálódását, ezeken a földeken a tömegtermények mellett karfiolt, céklát, petrezselymet, zellert, sárgarépát, káposztát, salátát és spenótot termesztettek. Ezen haszonnövények a gazdaságot gyorsan önfenntartóvá tették. Így lehetőség volt második lépcsőben Czanik és öntöző közt egy gyümölcsültetvényes erdőt is kialakítani, amelyek termőre fordulása már hosszabb időt vett igénybe. Ebben a gyümölcsösben többféle nemesített almát, körtét, barackot és szilvát termesztettek, de a terület kihasználását tovább növelték málna, egres és ribizli termesztéssel is. Ebből a kertészetből kikerült gyümölcsök és konyhakerti növények több alkalommal is díjakat kaptak az országos kertészeti kiállításokon. A termést minden fajtánál helyben tették piacképessé. A gyümölcsöket sokszor szín szerint válogatva, selyempapírba csomagolva szállították el a budapesti és a környező piacokra. Ezen gondos munkának köszönhetően a konyhakertészet rövid időn belül 3000 korona, míg a gyümölcsös 2000 korona éves profitot termelt. Ekkoriban egy jó állapotú parasztház értéke 100 pengő körül volt megállapítható. Az állattartás is jelentőssé és professzionálissá vált ebben az időben ürbőpusztán. Közel 150 egyedet számláló szarvasmarha létszámmal, napi 200 liter tejhozamot értek el, ezen felül szürke marha és bivaj állomány is jelentős volt, mindkét fajtát felhasználták a talajművelések elősegítésére. Ezek a marhák kocsit vontattak, ekét vagy kaszát húztak, betakarítási időben pedig a cséplőgép mozgatásában, termény beszállításában segítkeztek a lovak mellett. A szarvasmarha trágyát tőzeggel keverve krancféle módszerrel alkalmassá tették a termőterületek feljavítására, amelyet kiszórás után sokszor a földeken áthajtott júnyájak vagy sertéskondák tapostak bele a földbe. 1905-től deszkás ürbőn és öntözőn jelentősé vált a sertés és a jutartás, éppen ennek köszönhetően mindkét helyen sertéstelepet és juhászatot létesítettek. Ez időtájt a mai Madaras tó területén egy közel 200 hektáros paprika ültetvény is kialakításra került, amely célja eltért a hagyományos felhasználástól, ugyanis az itt megtermett paprikát a magjáért termesztették, így az ország legnagyobb paprika mag ültetvényévé varázsolva ürbőt.
Ebben az időszakban kapta meg a Canik és Deszkás űrbő nyugati oldalán fekvő terület a Paprika űrbő nevet. A 19. és a 20. század fordulóján űrbőpuszta lakossága az addigi 10-15 családról sokszorosára duzzadt. Látva a Forster család kitartó munkáját övező gazdasági eredményeket, egyre több család választotta új otthonául az eddig figyelmen kívül hagyott külterületet. Űrbőpuszta déli részét két tehetősebb birtokos vásárolta fel, akik hasonlatosan Forster Kálmánhoz vegyesen alkalmazták a tömegtermények termelését a konyhakerti növények termesztésével, illetve az állattartást és a gyümölcsültetvények létesítését. A két új földbirtokos egyike Darányi Ignác földművelési miniszter volt, a másik új nagy gazda pedig Lánci Leó, az első pesti kereskedelmi bank elnöke. Ők mindketten, hasonlatosan Forster Kálmánhoz, sikeresen gazdálkodtak űrbőpusztán, jól prosperáló gazdaságot hoztak létre a megvásárolt földbirtokukból. Erre az időszakra, a 19. század utolsó két évtizedére tehető a Canik család űrbőre történő költözése is. Canik István, aki az oktatás helyett a gazdasági szerepvállalásban jeleskedett, meglátva az űrbői területekben rejlő lehetőségeket, űrbőpusztára költözött. A csárda mellett építette fel a méretre ugyan nem túl nagy, de annál otthonosabb kúriáját, amely későbbiekben a bugyi értelmiségi réteg kedvelt pihenőhelyeként is szolgált. Ez az épület mai napig áll, több család otthonaként is szolgál. Néhány évvel később öccse, Canik Párizs űrbőre költözött, és gazdálkodással kezdett foglalkozni. A 20. század első éveiben űrbőpusztán megkezdődött a lápok és túrjánok lecsapolása, amely eleinte hibás koncepció és tervek alapján került megvalósításra. Az Átok csatorna néven illetett vízelvezető kanál is sajnos nagyon sok problémát okozott, így gyorsan szükségessé vált a hibák korrigálása. Ebben kulcsfontosságú szerepe volt Canik Istvánnak, aki a terepismerete mellett sikeresen alkalmazta az akadémián tanult vízgazdálkodási tudását. Volt iskolatársai, tanárai és rektorai segítségével megtervezte a 30-as és a 31-es csatornát, amelyhez hozzá kellett tervezni a 20-as csatornát is. Az így módon kialakított csatornarendszer segítségével a lecsapolás megkezdődött, új termőterületek kerültek kialakításra. A 20. század elején már Canik űrbő néven ismert tanyaközpont egyre közelebb került az önálló községgé váláshoz. Az egybeolvadó Deszkás, Paprika, Öntöző, Ladányi űrbő és Canik űrbő lakossága már meghaladta a 200 főt, hétvégi misék és istentiszteletek helyszíne volt, saját bolttal rendelkezett, és bár nem hivatalos formában, de Grúzs Kálmán ácsmester és a Balogh család jóvoltából már egy pici iskolával is rendelkezett, amely 1914-ben hivatalos iskolai státuszt is kapott. A lecsapolás hozadékául sok család költözött űrbőpusztára, akik a lecsapolt túrjánokból kialakított földeken kezdtek gazdálkodni. Az így megnövekedett lakosság szükségleteit kielégítendő 1914-től immáron hivatalos egyházi iskolaként működött, volt olyan tanév, hogy közel 100 gyerek járt az űrbői iskolába. November 2. A délkeleti irányból előre nyomuló szovjet 4. gárda gépesített hadtest vonala elérte űrbő délkeleti határát. Kumpeszér és Tökfalu irányából északra szorítva a német és magyar vegyes összetételű 22. SS lovassági hadtestet, a frontvonalát mindinkább észak felé, Bugyi, majd Taksony és Dunaharaszti érintésével szorította Budapest felé. A 22. SS lovassági hadosztályhoz bár csatlakozott a Budapest karhatalmi zászlóai, a Budapest rohamszázad, az 52. és 53. SS lovassági ezred, illetve az 1. Wehrmacht páncélos hadosztály és a Bilnitzer harccsoport, de mind létszámilag, mind pedig haditechnika mennyiségében messze alulmúlta a Vlagyimir Ivanovics Danov altábornagy által vezetett szovjet csapatok méretét.
A negyedik gépesített gárda hadtest bal szárnyán, Dömsöd, Hunszent Miklós vonalában a 202. gárda lövészezred, a 68. gárda lövész hadosztály, az 1075. lövészezred, a 16. tengerészgyalogos lövész zászlóai helyezkedett el, míg a jobb szárnyon, ülőig kinyúlva a 145., a 193., a 195., 198. és a 200. gárda lövészezred, illetve a 66. és a 68. gárda lövész hadosztály nyomult előre. A közel tízszeres túlerővel szemben a stratégiai géniusznak számító Karl Pfeffer Wildenbruck SS Obergruppenführer sem tudott megbirkózni, így sorra feladva az agglomeráció falvait, rendezetten vonult vissza a sokkal inkább védhető Dél-Budapest irányába. Talán ennek is volt betudható, hogy míg az űrbőpusztai régió lerohanásához egy nap kellett, addig Bugyi község fennhatóságának átvételéhez alig 4 órára volt szüksége a Vörös Hadseregnek. Űrbőpusztán november 2-án és 3-án zajlottak nagyobb csaták. A szovjet tüzérség a Hosszúháti dombról lőtte Öntöző és Canik területét, míg a magyar lovashuszár alakulatok rohammal próbálták meg visszavetni a szovjet csapatokat a domb keleti oldalára, ahonnan tüzérségi fegyverekkel nem volt belőhető Canik területe. A számszerű kisebbségben lévő magyar és német csapatok nem tudták az ellenfelet visszavonulásra bírni, az öntözői réd pedig pár óra leforgása alatt vérben úszó hullatengerré vált. Ennek felszámolását követően az űrbőiek megtalálták egy magyar katona holttestét, akit a mai Nagyalásonyi bejáró mellett temettek el. Ez a sírhely mai napig rendezett, látogatható állapotban van. Ez a katona Szabadka mellől származott, Taskovics Jánosnak hívták. A front átvonulása egy pillanat alatt elsöpörte az addig idillinek tűnő állapotokat. A háború közvetlen érintése egy letaglózott, gyászoló lakosságot hagyott maga után, akiket lesokkolt a napok alatt semmivé vált életük. Űrbőpuszta egy bajós csendben megbúvó pusztasággá vált, ahol a holnap kiszámíthatatlan lett, a fő cél pedig a mindennapok túlélése volt. Ez az állapot közel 4 évig tartott. Bugyi község elsődleges feladata a saját életének rendbetétele volt, a pusztán élő emberek pedig a gazdátlanná vált földek műveléséből próbáltak megélni, tartalékolni a téli időszakokra. 1950-ben aztán ide is elért a háborút követő helyreállítás, amely a megváltozott politikai viszonyoknak köszönhetően a földek államosításával kezdődött. 1951-ben megalakult a Kiskunsági Állami Gazdaság, amely az ország harmadik legnagyobbjaként a földterületek újrahasznosítását, az állattartás ipari méretekre történő növelését tűzte ki fő célként. A földek művelése azonnal megkezdődött, öntöző csatornák létesítése, állattartó karámok és ólak felújítása, lakóházak, bolt, üzemi étkezdék építése jellemezte az 50-es éveket. Ezt követően gépállomás, tehenészeti telep és takarmányszárító üzem, villamosítás, iskolaépítés volt a következő lépcsőfok, amely a 60-as évek második feléig tartott. A megnövekedett számú lakosság igényeit követve tömegközlekedés is kialakításra került, ezzel párhuzamosan az űrbőpusztát a pajjal összekötő szilárd burkolatú út is megépült. Canikra is visszatért az élet. Újra nyitott a bolt és a csárda, a régi uradalmi állattartó telepet és a deszkási juhászatot is feltöltötte a gazdaság állatállománnyal. Az 50-es és a 60-as évek fordulóján egy kisméretű ipari vasút épült meg, amely segítette a termények és a takarmánynövények elszállítását Canikról a pajközségbe, ugyanakkor elősegítette a földek trágyázását és kiszolgálását. Ez volt a kutyavasút, amely közel egy évtizedig működött. A régi, már nem gondozott gyümölcsös helyére egy hatalmas szérűs kert lett megépítve, Canik mellé közvetlenül pedig dinnyeföldek lettek kialakítva. A 80-as években a caniki állattartó telep akkor igényeit követve átalakult akkumulátorgyárrá. A Perion akkumulátorgyár kihelyezett üzemeként a háztartási elektromos berendezések elemeinek, mikroakkumulátorainak végszerelése, címkézése és csomagolása zajlott az üzemben. Mindez a munka a Kiskunsági Állami Gazdaság 90-es évekbeli privatizációs eljárásáig tartott, amikor is a gyár, a földek és az állattartó telepek egyaránt magánkézbe kerültek.
Az Ürbőpusztai iskola és óvoda szintén bezárta kapuit, a helyi gyerekek a 90-es évektől a legközelebbi községbe, Bugyira járnak ettől az időponttól. A 2000-es évektől mindinkább előtérbe került újra Ürbőpuszta természeti értéke, a hely a horgászok, a madarászok és a természetjárók kedvelt célpontjává tette a környéket, ahol lehetőség nyílott a természet értékeinek zavartalan megfigyelésére. A természetvédelem szintén megerősödött. Canikürbőt övező területek a Kiskunsági Nemzeti Park részévé váltak, illetve a Natura 2000 természetvédelmi fennhatósága alá kerültek. Bár a terület névadójának fiát, ifjabbik Canik Istvánt Ürbőtől messzire sodorta az élet, de egészen haláláig otthonának tekintette Ürbőpusztát, ha tehette, ellátogatott ide. A család hivatását követve Komlón is a kultúrát építette, a fiatalokat tanította. 2002-es halálát követően Komlón a galériát róla nevezték el, adózva munkásságának, közösség iránti elhivatottságának.